Most pedig a pedagógusok életéről fogunk beszélgetni. Egy furcsa képződmény a pedagógus kar kapcsán. Vagy hát a csuda se tudja, Szüdi János, jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen, hogy végighallgatta itt a lapszemlét. Hát ennek a történetnek számomra az a legfurcsább része, hogy olyas valamiről beszélünk, ami már kötelező, de nincs. Viszont ha majd lesz, akkor sem nagyon lehet tudni, hogy a pedagógusok számára ez miért lesz jó. Ez a kamari tagság. Hogy a pedagógusok számára nem lesz jó, az valószínűsíthető, hiszen az egész tagságnak az én olvasatomban az a lényege, hogy a közszférába dolgozó pedagógusokat, mert nem tagjai az alapítvány és az egyházi iskolák pedagógus társadalma, minden lehető eszközzel megkössék a kezét, különösen a véleménynyilvánítás jogát, és olyan helyzetbe hozzák őket, amelyen az állam eléri, hogy azt tegyenek, amit szeretne. Na de ez egy köztestület, nem? Annak az a lényeg, hogy vegyem át az államtól a feladatok egy részét, a közfeladatok egy részét. Mit vesznek ők át? Átveszik a véleményezés jogát, mármint a jogszabályok véleményezését, tehát csupa olyan jogosítványt, amely nem közfeladat. Valóban a köztestületek hagyományos feladatai, hogy az államtól átvegyenek közhatalmi feladatokat, például ez a köztestület átvehette volna a pedagógusok minősítését, vagy átvehette volna a szakfelügyelet működtetését, de nyilván az állam nem ezért hozta ezt létre. Na de miért hozta létre? Tudjuk már? Kiderült már? Az, hogy mi lesz a valóságos szándék, ezt most nehéz megítélni, mert hiszen jelenleg annyit olvasható, hogy minden állami és önkormányzati pedagógus az a tagjává vált szeptember 1-től, holott ez még egy nem létező testület, április végére fog létrejönni. Amit tudni lehet, hogy ez a kar véleményez, javaslatot tesz az állami szervek részére, közreműködik az érettségi vizsgával összefüggő közmunkaprogramok szervezésével, ami nem közfeladat, hanem iskolai feladat, ami meg teljesen érthetetlen, hogy miért fogja ezt tenni. Valójában, hogy mit kell majd a tagnak vállalnia és teljesítenie, azért nem lehet tudni, mert hogy lesz majd egy alapszabály, és lesz egy etikai kódex, amely megmondja az elvárásokat a pedagógusokkal szemben. Tehát jelen pillanatban nincs meg maga a testület sem, nincs meg az etikai szabály, nincs meg az alapszabály, amelyből tudni lehetne a válaszokat az ön által feltett kérdésre. De milyen etikai szabályzata lehet egy ilyen testületnek? Tehát mi az, amire kötelezhetik a pedagógusokat valamiféle felsőbb szempont szerint? Államtitkár asszonynak régi vágya, hogy legyen egy pedagógus etikai kódex. Én ezt olvastam körülbelül 5-10 évvel ezelőtt, akkor mosolyogtam rajta, mert nem tudtam, hogy soha nem szabad előre mosolyogni ezeken a dolgokon. Ezt az etikai kódexet... Azt hiszem, ez már bele is van írva, hogy mosolyogni sem szabad. Nem szabad valóban, mert amennyiben ez az etikai kódex életbe lép, aminek valóban most nem lehet tudni, mi lesz a tartalma. Ez azt jelenti, hogy a pedagóguson számon lehet kérni olyan dolgokat, ami egyébként a magánszférába tartozik. Ez volt az, hogy nem lehet elvált a pedagógus, nem lehet házasságon kívüli kapcsolata, nem ihat alkoholt, kiszivárogtak ilyenek. Mindenféle hírek napvilágot láttak, az biztos, hogy valamikor az egyházi iskoláknak készült egy ilyen etikai kódex. Most ezt kívánják-e bevezetni, vagy sem, erre most nehéz választ adni. Tervezetet nem látunk, tehát én most nem szeretnék előre bármit mondani. Hát az elvált pedagógusok kizárása a pedagógusok köréből az egy... Majdnem azt mondtam, hogy vicces lenne, de nem lenne vicces, tragikus lenne mindenkinek, nekik is, meg a gyerekeknek is. Hát hiszen a pedagógusok körében ugyanannyi lehet az elvált ember, mint a társadalom egészében. Ez pontosan így van, és ugye azt is azért tudni kell, hogy a kép kerek legyen, hogy az állami pedagógusoknak jelenleg egy munkáltatója van. Az állami intézmény fenntartó központ elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat. Benne van a köznevelési törvényben, hogy a pedagógusnak a hivatásához méltó magatartást kell tanúsítani, mondjuk ezt kitöltheti egy etikai kódex. Nem tudom, hogy hivatásához méltó magatartásnak számít-e, hogy valaki jár-e templomba, vagy nem jár. Meglátogat-e olyan színházat, ami esetleg nem kedves a hatalomnak.
ezek a dolgok még nem tudottak, nem derülhetnek ki, de nem derültek ki, de a hivatásához méltó magatartásban minden belefér. Ez egy olyan gumiszabály, amelynek a tartalommal való kitöltése széles körű lehetőséget. Miért kell nekünk állandóan a legrosszabbra gondolni? Miért nem lehet az, hogy ez egy teljesen normálisan összeállított anyag lesz, amiben csak a teljesen szokásos, a 21. századi elvárásoknak megfelelő erkölcsi etikai kérdések merülnek föl? A probléma abból adódik, hogy miért kellett létrehozni ezt a szervezetet, főleg így. Én erre keresem a választ folyamatosan, de még mindig nem értem igazán. Azért, mert nem lehet érteni. A köztestületek létrejöttét megelőzi egy szakmai elgondolás kidolgozása, maguk az érdekeltek a kezdeményezők. Például a közoktatás terén 2000-ben, az előző Fidesz kormány alatt jött létre a tankönyves vállalkozók országos testülete. De ezt a vállalkozók hozták létre. Kezdeményezték, hogy váljanak köztestületé, és ezt a hatalom akkor támogatta, konkrét állami feladatokat vettek át a tankönyvpiac terén. Természetesen feleslegesé fognak válni, hiszen most majd államosítják a tankönyvpiacot. A pedagógusok terén ilyen kezdeményezés nem volt. A pedagógusokat nem kérdezték meg. Az előkészületi munkákban nem vonták be őket. Semmiféle olyan tradíció nincs, amely indokolná, hogy ezen a területen köztestület jöjjön létre. Van itt egy mondat, amit viszont lehet tudni, hogy a karttagja ellen etikai végtség esetén kötelező lesz automatikusan eljárni. Ki fogott eljárni? A tantestületen belül zajlik? Ez a kliknél zajlik? Vagy lesz egy etikai bizottság, ezt is, hogy fog létrejönni és működni, nem lehet tudni, mert az alapító okirat határozza meg. Területi etikai bizottságok lesznek. Ezek fognak... Megéri majd besugni a tanártársam ellen? Ez nagyon jó kérdés, mert nagyon sok pedagógus felháborodott, hallottuk, tehát ez megérintette a pedagógus társadalmat. Ezért többen kérdezték, hogy aláírják-e az új kinevezési okmányokat, mert ott van egy mondat, amelyben figyelmeztetik, tájékoztatják őket, hogy egy kartagjává váltak. Én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak önmérsékletet kéne tanúsítani, és nem kéne aktívan részt venni ennek a karnak a létrejöttében, nem kéne aktívan részt venni mondjuk az etikai bizottságok felállásában. Ezt nem írja alá, hogy tudomásul vesz, hogy a kar létrejöttében részt vesz azáltal, hogy a tagja a karnak, akkor meg nem kap fizetést, azt mondják. Ez, tehát tulajdonképpen egy tájékoztató. De valóban nem tud mit csinálni, mert törvény erejénél fogva vált a nem létező kartagjává. De eldönthető pedagógus és a kartagja, vagy nem pedagógus. Így van, de ezért tudom annyit javasolni, hogy legalább valóban ne váljon besugóvá, hiszen az etikai eljárás hivatalból való megindítása, mint törvényi kötelezettség, azt is jelenti, hogy bárki, ha jelez az etikai bizottság felé, akár névtelenül, akár levélben, akár a nevének vállalásával az etikai eljárást meg kell indítani. Magyarán automatikus lesz a dolog. Szüdi úr, köszönöm szépen. Beszélünk még, ahogy alakulnak a dolgok, és egyre többet tudunk meg. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm. A híradóval folytatjuk.